Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Van egy titkos hódolód, kiről van szó, és milyen a jelenlegi helyzet, hogyan alakulnak a dolgok a közeljövőben, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép utal a jelenlegi helyzetedre. A csillagok szerencsét hoznak. Jelentik az időpontot is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Legyen meg nálad ez a bizalom. Amit a korsók jelentenek, az a nap és a hold, hiszen az arany szimbolizálja a napot, a férfias energiát, és az ezüst szimbolizálja a holdat, tehát a nőies energiát. Itt a víznél az érzelmekről van szó. Tehát van itt egy közeledés, megvan most ez az energiamező nálad, ez a vonzalom, ez a kisugárzás. Mi foglalkoztat téged a gondolataidban? Erre utal ez a kártya. Itt ez a fa jelent egy bizonyos helyet, ahol úgy érzed, igen, most megérkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a lakhely. Tehát tudod azt, hogy most megvan ez a háttér, ez a biztonság. De a csiga azt jelenti, hogy ugyan csúszol lefele, ez is egy mozgás, tehát előre mennek az események, de olyan csiga lépésekben, lassan, légy kicsit türelmes. Az a fontos, hogy kialakuljon a jövőben valami, és meg legyen az anyagi biztonság, a biztonság érzete, hogy oda érkez, ahova szeretnél. És a következő kártya utal az érzelmeidre. Itt hideg, rideg jelenleg minden, de jelentheti a téli hónapokat is. Itt az ötös szám jelenti a külső befolyásokat. Ez nem olyan szívbeli vagy meleg, inkább olyan hideg, olyan télies. Amit itt az érmék jelentenek, ezek az anyagiak, a hivatásod, a biztonság érzete, azon kívül a megbecsülés. Amikor mások kimondják azt, hogy mennyire értékes vagy. Ez jelentheti azt is, hogy most a téli hónapokban itt kialakul valami, és legyen meg ez a hited, ez a bizalmad. A kártyák itt mutatják ezt a titkos férfit, de ha te egy férfi vagy, akkor utalhat egy hölgyre is természetesen. Itt látható ez az óra, az utal a mostani időre. Tehát a jelenben itt van ez a kisugárzás, ez a találkozás, valaki bókolni fog neked, hiszen a háttérben van valaki. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt egy férfiről van szó. Ha te egy férfi vagy, akkor természetesen egy hölgyről van szó, aki titokban szerelmes beléd. És tényleg erre utalnak itt a kelyhek, hiszen a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. De ez az illető eltitkolja az érzelmeit. Amit a hetes szám jelent ezen a kártyán, az a holdnak az energiája. Tehát megvan itt a vágy, a remény, azon kívül az álom, az álmodozás a részéről. Itt is a kelyhek láthatóak, és ez utal az érzelmekre. Azon kívül látható a hármas szám.
Az jelenti azt, hogy ti összejöttök, és ebből kialakul valami, egy új irány, egy új párkapcsolat, egy közös tevékenység vagy munka, de a hármas szám azt is jelentheti, hogy van egy harmadik személy a háttérben, aki mindkettőtöket ismer, segít abban, hogy ti összejöjjetek. Tehát valaki közvetít valamit. Itt a hold energiája látható, és az azt jelenti, itt meg lesznek az álmok, a vágyak, a remények, azon kívül utalhat egy ikerlang szerelemre mély érzelmekkel, hiszen megvan köztetek ez a lelki kapcsolat. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderát!